Hát próbállak a neveden nevezni, megköszönteni, úgyhogy én akkor köszöntelek, Túró, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy beszélgetésre és egy kávéra. Hogyan szoktad a kávét inni, feketén vagy fehéren? Mindig másképp. Jó, ez most fura. Miért kérsz? Most egy fehéret. Jó, kérünk neked egyet. Már is itt az első kérdés kapcsán tegyük rendbe, hogy én miért is szólítottalak úgy. Hát mondhattam volna, hogy András, de én azt soha nem mondtam neked, ismerjük szerencsére egymást egy jó pár éve. Hív valaki Andrásnak? Sokan, főleg azok, akikkel már felnőtt koromban ismerkedtem meg. Munkakapcsolatban vagyok velük is mostani, tehát pár éve, azok először azért mindig Andrásnak hívnak. Aztán kiderül utána. És nem mindenki szokik át a túróra, ahhoz kell valami kapocs, valami olyan, és akkor megkérdezik, hogy ez miért. De a gyerekek azok túróbácsiznak most már, az teljesen jó. Szerintem akik most látnak bennünket, és akik itt a megyében látják ezt a műsort, ezt a beszélgetést, és mondjuk akik személyesen is ismernek téged, nyilván abszolút nem csodálkoznak azon, amiről én most beszélek. Vagy akik a munkáid, tevékenységeid kapcsán kerülnek a közeledbe, ők is előbb-utóbb megtudják, hogy miért is van ez a megszólítás. Egyetlen dolgot hoztál magaddal, ezt mi ki is raktuk a polcra. Én nem ismerek másik olyan embert, akinek ilyen van, a társadat, Tomát, akit szintén nem így hívnak egyébként, az év hangmérnöke. Ez melyik esztendőbe lett a tietek, és volt-e annak valami különleges oka akkor? Ez 2013-ban, pontosabban az év zenei díjas hangmérnöke díjez, amit a szakma ad minden évben. Magunknak adjuk, magunk közül valaki olyannak, aki hosszú ideje már olyan dolgot, és úgy végzi ezt a munkát, olyan széles spektrumban, akinek úgy gondoljuk abban az évben, hogy odaítélünk egy olyan díjat, hogy odaítélik ezt a díjat. Ez nagyon-nagyon megtisztelő. Minden évben a Budapest Music Expo Pro Audio standján van ennek az átadója, ennek a díjnak, független stílustól, műfajtól, kortól és nemtől. Minden évben kap valaki vagy valakik egy ilyen évzenei hangmérnöki díj, szcenikusi díj, talán még Ród díj is van. Tehát mindenki olyan, aki ebben a szakmában igenis tény tevékenykedik nap, mint nap. De hát már ez is 6 éve volt, tehát akkor az addigiakhoz még hozzá kell adni 6 évet, amikor ugye most beszélgetünk. Ha azt kellene írni, hogy mi a foglalkozásod, akkor ezt kellene aláírni, hogy hangmérnök, vagy mit? Mert olyan sok mindent csinálsz. Igen, tehát ez is, ezt már sokan kérdezték. De kiinduló pontnak jó. Igen, sokan érkezték. Gyakorlatilag egy olyan zenei háttér munkás vagyok, aki egészen nagyon sok rétű, a hangszereléstől a megvalósításig, a kottaírástól, a hangmérnökölésig, a betanítástól, más emberek tanításáig. Gitártábor. A gitártábor. Gyerekek zenével való megismertetésén keresztül, a felnőttek zenével való megismertetéséig nagyon sok mindent csinálok, mert én azt gondolom, hogy ez egy elég komplex dolog. Természetesen vannak olyanok, akik csak keverőpultnál dolgoznak, vannak, akik csak koncerten, csak stúdióban, és csak zenélnek. Én mindegyiket szeretem, ráadásul mindig is ilyenfajta... Nem is unod meg ebből kifolyólag egyiket sem. Már, hogyha mondjuk van egy 2-3 hónapig tartó ilyen hangszerelős, kottaírós munka, akkor nekem már nagyon kell, hogy utána elmenjek egy turnéba, vagy elmenjek egy olyan koncertre, ahol nem egyedül vagyok a szobámban, meg monitorokkal, meg bogyókkal,
hanem van rajtam kívül még vagy 50 ember, és van adrenalin. Ha most belegondolok, hogy A ember ismert téged az egyik tevékenységet kapcsán, mindig úgy találkoztok. B egy másik kapcsán ismert, C egy harmadik kapcsán, akkor ők tudnak arról, hogy te mi minden mást is csinálsz? Nem mindig. Nem mindig, ez nagyon, nagyon vicces helyzetek alakulnak ki ebből egyébként. Tehát van úgy, hogy összeérnek a szálak. Tehát van úgy, hogy elmegyek valahova hangmérnöknek, és kiderül, hogy mondjuk a karmesterrel vagy a zenekar vezetővel én nagyon-nagyon sok egyéb dologban, mint hangszerelő, vagy teljesen másban dolgozom, és ott a producerek nem értik ezt az egészet, és fordítva is igaz, hogy egy színházban mondjuk zenei vezető vagyok, de mindenkit ismerek a hangosító stábból, mert én azt is szoktam csinálni. Én ebben nagyon otthon vagyok, tehát én ezt nagyon tudom csinálni. Van, akinek ez teljesen ilyen... Idegen, igen, mert nem olyan típusú ember. Tehát van, aki csak smokingban jár, és sosem vesz föl munkásruhát. Én mind a kettőt szívesen hordom. Ami abszolút kiemelendő veled kapcsolatban, ugye ezek után, amiket már elmondtál, hogy az ember azt gondolná, hogy egy nagyvilági pasas akár már lakhatná valamelyik világvárosban is, mondjuk éppen Budapesten is, de te Nyíregyházán élsz. És mindent megoldasz innen. Mindig innen indulsz el, és ide jössz haza. És ez így fog maradni? Most már így, szerintem. Hosszú dolog az... De sokat vagy távol? Hát csak távol vagyok. Ugye, tehát Nyíregyháza, ha ezt nagyon sokáig csinálja az ember, azt, amiről az előbb beszéltem, ezt a nagyon sokrét dolgot, akkor előbb-utóbb rájön arra, hogy úgyis mindig hívják. Akkor de, vagy én szabadúszó vagyok. Én világéletemben szabadúszó voltam, egészen kicsi, talán 21 éves koromban, vagy 22 éves koromban volt az utolsó munkahelyem. Nem tudok, nagyon ritkán mond az ember, hogy valamit nem megy. Ahhoz annak nagyon nagy indokának kell lennie. Ezért el kell menni, meg kell csinálni. Aztán nagyon sokat elmegy az ember, de mégis mindig hazajön. Hogy miért, azt én sem tudom. Talán az van, hogy Tomával mi mindig úgy gondoltuk, hogy itt van egy bázisunk Nyíregyházán, és akkor mi ezt itt mi csináljuk. Ezt egész nagyon sokáig stúdióztunk Nyíregyházán, gyakorlatilag tavaly szereltük le és számoltuk föl a stúdiónkat, mert már nem volt rá igény, és a világ is megváltozott teljesen. Ezzel együtt ez van, nem tudom, hogy Nyíregyházán nekem nagyon kevés elfoglaltságom van. Gyakorlatilag egyedül a Kántémusz csoport az, aki meg olyan feladatokat tud adni, amelyek mondjuk láthatóak, tehát koncertek vannak, hangfelvételeket kell készíteni. Tehát nagyon sokat dolgozom Nyíregyházán, otthon, a szobámban, mert... De hát sokszor komponálsz. De hát azt is otthon. Igen. Azért mondom, tehát az otthon a hangszerelés, a kottaírás, a szerkezet, az orchestrát, tehát itt rengeteg ügyfelemmel életemben nem találkoztam személyesen. Tehát soha. Mert ez egy ilyen világ. Ezzel sincsen nekem semmi bajom. Nagyon sok olyan telefonszámom van, hogy életemben nem is láttam őket. És volna valakivel mondjuk van egy nagyon... Pejcsik Péternek hívják, Pejcsik Peti, ugye a After Crying cellistája, és nagyon-nagyon sok crossover produkciót csinál, szimfonikus zenekar, stb. És nagyon, már évek óta hangszerelgetünk, vagy hangszerelek nekik. Most találkoztunk, vagy egy fél éve először. Miközben rettenetesen sokat beszéltünk már telefonon, meg mit tudom, mert csomó koncert volt, és akkor persze tudtuk, hogy hogy nézünk ki, tehát most ezzel semmiben nincsen, de oda mentünk, és akkor na végre, de ez már vagy 2,5 év komoly, együttműködés, stb. Igen, tehát ez, igen. Mert valaki most már még ezek a megbeszélések sincsenek. Na, visszatérve az egészre, Nyíregyházán számomra viszonylag kevés a feladat, ami látszik. Aminek nem látszik, az meg otthon van a szobám négy fala közt, és ami miatt ez nem fog megváltozni, hát itt kicsi gyermekeim vannak, ide járnak iskolába, meg bölcsődébe, a páromnak itt van üzlete, gyakorlatilag Nyíregyháza az én városom. Én egy belvárosi srác vagyok, itt születtem, eredendően Tirpák származású
bevándorló, a 200 évre visszamenőleg, nekem nem volt soha ahhoz affinitásom, hogy én elmenjek. Most vannak már, nagyon sokat kell utazni. Ez talán kicsit fárasztó az utóbbi 2-3 évben így, hogy kisgyerekeim vannak, és bármikor térek haza, a következő nap az sosem a pihenési, az mindig a családfő teendőki, de ezzel bajom nekem nincsen, nagyon-nagyon sokat kell logisztikázni. Illetve azt megpróbálok én is egyébként minél több tevékenységet itt kalap alá hozni, de nem mindig, tehát van ugye a hangszert a kézben a vezető rendezés, az most már harmadik éve megy, 80 ezer gyerek, ez egy országjáró rendezvény. Volt Nyíregyházán, azóta az milyen jó volt, volt egy hétig. De egyébként az ugye minden héten el kell mennem, ez egy évben 10-11, valamikor 13 hét, ami hétfőtől szombat estig tart. Ez egy ilyen. Én ilyenné váltam. Mert amit szeretsz, azt így lehet csinálni. Hangszert a kézbe, ez valóban egy viszonylag új kezdeményezésnek mondható zenei program, elképzelés. De hát hány éve vesztek már gitárt a kezetekbe a táborban? A gitártábor tavaly volt 25 éves. Az igen. 25 éves volt a gitártábor, abból én... De neked ahhoz mi közöd van ahhoz? Hát ez... Megpróbálom ezt globálisan felvázolni. Ugye az ember úgy él, hogy dolgozik, összegyűjt magának kapcsolatokat, barátokat. Ezek a barátságok, ha megmaradnak, akkor azok tovább, jó esetben, szerencsés esetben tovább burjánzanak. Még nagyobb barátsága, esetleg munkakapcsolattá, főleg a szakmai barátság. Én olyan fajta ember vagyok, aki a barátait nem nagyon adja le, inkább csak gyűjti. És akkor volt egy időszak az életemben, amikor a Roland, most nem akarok reklámot, vagy hangszergyártó cég, de most felesleges, ott mi hangszerdemonstrátorok voltunk Tomával, volt egy demo csapat, azoknak tagjai, majdnem is barátaink, és az egyik tagja, Andrásik Remó, a gitártábor létrehozója, ami automatikusan hozta magával, hogy az, aki ott van, az megy oda is. Ez egy borzasztó egyszerű. És akkor persze lekopnak, meg lemorzsolódnak emberek, akik már nem járnak. De én végül is 2002-től gyakorlatilag minden évben, egy év most kimaradt, Zsigmond fiam születésekor, mert az pontosan úgy volt, hogy a gitártábor mindig július utolsó hetében, július utolsó egész hete, Zsiga születése meg ilyen augusztus 2-4 körül volt kiírva, és már nem bertük bevállalni, hogy mert oda én családostól megyek. Tehát ugye az nekem is... Hát az úgy érthetem. Hiszen az egy tábor. Táborba egyedül nem megyünk, táborba családostól megyünk. A kislányom az 11. éves, tehát ő 15-0 évesen volt először gitártáborban, mert ő novemberi, tehát a következő nyáron, és ő ott nőtt, tehát neki a gitártábor olyan, mint nem tudom, mint nekünk a... Hát egy születésnap akár, vagy bármi. Van. Nevende van az igen, életében. Az és az 25 éves volt tavaly, idén 26, egyre több a gyerek, fiatal. És te ott mit csinálsz? Én ott a házi stúdió gyakorlati órákat tartom, ami arról szól, hogy azt próbáljuk a srácoknak megmutatni teljesen gyakorlatias úton, hogy ha otthon van egy zenekar, egy banda, az otthon hogy tud olyan produkciót felmutatni, olyan hangfelvételt készíteni, amellyel bátran bemutatkozhat. Tehát eznek ez a lényeg, hogy házi stúdió felvétel készítése. Tavaly 62 zenekar alakult a táborba egy hét alatt, tehát bőven van anyag, és akkor jönnek oda hozzám naponta. Van már egy iskola Budapesten, egy ilyen szakközépsúli, ott már vannak tanoncok, inasok, teljesen jó. Tehát kezd felépülni egy olyan dolog, ami még eddig szerintem nem volt, hogy tényleg egy ilyen képzési rendszer, aminek előbb-utóbb talán az lesz a vége, hogy,
hogy az utánunk következők már okosabbak lesznek, és már okosabbak, és már okosabbak, és talán egyszer akkreditált képzés lesz a könnyű zenei oktatás, a hangfelvétel készítés. A hangszert a kézben programsorozat egyik nagyon nagy célja ez, hogy tanítani lehessen azt a zenét is, amit mindenki hallgat, nem csak a kiváltság. Akikkel foglalkozol ott ezekben a táborokban, szerintem teljesen át tudod érezni, hogy mi játszódhat le bennük, hiszen azért te zenéltél fiatal korodban, zenekari tag voltál. Egy pár szót mondj már ezekről az élményeidről, emlékeidről. Hát ez egy... Nem változik semmi, a legfontosabb. És össze is álltatok sok Igen, év után. Persze, és ma is ugyanígy van. Tehát az, amit mi 89-ben a Psziché együttessel csináltunk, illetve a hozzánk hasonló az korosztályom beli összes srác, az pontosan 2019-ben pont ugyanúgy van. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez megváltozik a világ, dehogy is, ugyanaz. Jönnek srácok, előveszik a vadonatúj szörnyes pólójukat, vagy kockás ingjüket. Kocintanak a táborba. Rockzenét játszanak jobban vagy rosszabbul, mint ahogy régebben is volt. Ezt szeretnék megmutatni a barátjuknak, a csajaiknak, tehát semmi nem változott. És azt ez nagyon jó, mert mi 89-től azért 94-5-ig nagyon aktív zenekar voltunk, jártunk mindenfelé az országba, fesztiválokra, Szigetre, tehát mi gyakorlatilag volt kazettánk, meg minden, tehát ugyanezt megcsináltuk. És volt rajongótáborotok? Volt rajongótábor itt a környéken, tehát nem volt ezzel semmi baj. Ez ki kell jelentenem, ezt ma sincs másképp. Talán több gyerek nem kerül kapcsolatba a zenével, mint régebben, de ezen lehet változtatni, szerintem. Az biztos, hogy a táborban most van mondjuk 300 gyerek egy évben, az a 300, az se jó megfogalmazás, hogy gyerek, mert vannak gyerekek is, de vannak fiatal felnőttek is, tehát 20 évesek, akik, itt 300 emberről van szó, akinek eltökélt szándéka, hogy ott a táborban tanul, szórakozik, és átvesz egy olyan életérzést, ami aztán majd vagy tovább viszi, vagy nem viszi tovább. Kettő dolgot szeretném, hogy kiemelj az eddigi tevékenységedet tekintve. A legnagyobb zenei élményt, ami magánemberként volt az számodra, és a legnagyobb kihívást, amit így zenei eseményen neked kellett megoldanod. A legnagyobb zenei élmény, ami magánemberként volt számomra. Igen. Ez nehéz. Nem tudom. Ez azért nehéz kérdés, erre nehéz rá válaszolni, mert azért bennem is bennem van ugyanaz, mint az orvosban, meg a cipészben, meg a szabóban. Tehát hogy mindenben megtalálod a szépet. Illetve más oldalról közelítem meg, mint az általános műkedvelő. Ez egy nehéz dolog. Tehát színésznek színházba járni, magamfajtának koncertre és járni. És a másik kérdésem könnyebb? A szakmai kihívás. A legnagyobb kihívás melyik volt? Abból több van. Egyszer volt olyan 2006 környékén, amikor meg kellett írnom a Nagy Budapesti tűzijáték zenét. Az nehéz volt, az tényleg nehéz volt, mert nem is csináltam még ilyet soha, az nem volt könnyű. De neked tetszett a végén? Nem. Na, hát. Nem, az nem, meg nem is jól sült el, nem, az nem. Volt egy nagyon jó viszont, amire én nagyon büszke vagyok, ez az Omega együtt. Tehát volt az Omega együttesnek egy ilyen szimfonikus zenekaros turnéja. Az úgy nézett ki, hogy volt az Omega együttes, és akkor volt egy szimfi, és akkor ott játszottak közösen. Annak akkor még Gömör Zsolti volt a zenei vezetője az Eddából, és ő hangszerelt, én pedig abban a státuszban úgynevezett orchestrátori. A minőségben az orchestrátor az azt jelenti, hogy Zsolti lejegyzi, vagy feljátsza, amit szeretné, és nekem ezt szépen erre a zenekarra helyre kell tenni, hogy jó legyen. Az nagyon jó volt, amikor ezt megcsináltuk, ezen végigmentünk az országban, akkor kaptam egy fölkérést, hogy csináljunk egy olyat, hogy
Omega szimfonikus zenekar, de csak templomokban legyen. Ez volt az Omega Oratórium. És úgy, hogy tehát úgy, hogy ne legyen benne dob se, meg semmi, aztán lett, de volt egy első verziója, az Bátaszéken lett előadva, egyszer csak, mert utána ugye az Omega azért nem egy fiatal zenekar, tehát sok mindent nem tudnak már úgy alakítani, mint ahogy én ezt képzettem volna. Lényeg az, hogy Bátaszéki templomban előadtunk egy olyan koncertet, ami szerintem az lehet, hogy egyébként zenei élményem is ez volt a legjobb, mert ott ugye ott aztán ugye ilyenkor én magam köré gyűjtöm az összes, én úgy hívom a bandámat. Tehát jött a Kantimus vegyeskar, mint énekkar, ugye Tomával ezt meghangmérnököltük, a stábot gyakorlatilag próbáltam vinni, és lett egy olyan koncert, ahol a nagy Omega slágerek gyakorlatilag énekkarra, orgonára és egy szimfonikus zenekarra, mert 11-12 dal, így ez megvalósult, az nagyon jól, az nagyon jól szólt. Sajnos ez egy olyan, úgy hívtuk ezt, hogy ilyen preview előadás, és a valódi, amikor ez már turnéba ment, ez nem így nézett ki, mert komplikált volt. Tehát tényleg, igen, ez hajlamos vagyok egyébként, tehát ezt én nagyon túl, nem azt, hogy nagyon túlfejtettem, de tényleg az egy tényleg egy nagyon, nagyon nagy szabású koncert volt, tényleg a vegyeskar teljes egészében, Szabó Somával, egy egészen nagy zenekar, és az Omegának bizonyos részei, jó volt, teljesen volt. Azt mondd meg nekem a beszélgetés végén, hogy így, hogy magadat azért elég jól ismered. Azt is, hogy mit csináltál eddig, hogy most mikben vagy benne. Te tudsz vágyni valamire? Munkaterén értem. Amiket például mire vágysz? Mindent, amit csinálok. Tehát mint hangmérnök, én nagyon-nagyon szeretem a crossover dolgokat. Tehát a jó crossover, amikor több műfaj van együtt a színpadon, és azt igazából jól meg lehet csinálni, arra én nagyon vágyok, hogy egyszer egy ilyenbe legyek. Mondom, az Omega már ilyen volt, és vannak ilyen dolgok. Tavaly decemberben csinált ott hangszerelőként a Győri Richter teremben, a Győri Filharmonikus Zenekar, Vastag Tamás, Wolf Kati, és ott is volt ugye popzenekar is, és csináltunk egy ilyen karácsonyi műsort. Nagyon sok ilyen, de csak télapós dalok, tehát nagyon karácsony, nagyon jól sikerült, azt direkt nagyon hatásvadászra próbáltuk megcsinálni, az nagyon jó, tehát jó crossoverben. A hangszerelésileg, hangszerelőként tehát egy jó darabot szeretnék írni, ugye ez a színházi vonal azért igen, nekem még ez nagyon van. Ugye ott is itt van Búzogány Béla barátom, akivel már 2-3 darabot is írtunk. Van egy másik színház, a Körúti Színház, ő Budapesten van, Galambos Zoltán társulata, oda több mint 6 darabot írtam már, folyamatosan játsszák az országban. De ezek természetesen kisebb szabású zenés darabok. Van egy csomó ötletem, és ezeket nagyon szeretném megvalósítani. Tehát például egy hip-hop zenés darab, ami konkrétan hip-hop, de az is crossoverbe, tehát a színházi zenét azt megtartva, az most nagyon. De ugyanúgy nagyon érdekelne például már egyszer beszélgettünk még régen Alvinnal, egy punk zenés darab, tehát ami gyakorlatilag punk zene, tehát azért úgy punk, hogy van színházi része, tehát van benne hegedű, meg minden úgy, ahogy a színpad, de a zene az maga, az egy punk zene. Ilyeneket szívesen csinálnék, hát remélem majd el fog jönni. Mindig eljön, nekem minden ilyen későm van, úgyhogy majd ennek is biztos eljön az ideje. Hát akkor türelmet kívánok hozzá, igen, és legyen úgy. Nagyon szépen köszönöm.
A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda.